Die Neuen Brunauer Musikanten zenekar műsorával indult a kulturális program Szederkényben. A Baranyai településen idén már 24. alkalommal szervezik meg a szüreti napot, most pedig az Összeköt a Karasica elnevezésű fesztiválnak is otthont adott a község. Ez a Karasica menti falvak találkozója átlépve az országhatárt Horvátországba ömlik bele a Dunába a Karasica, tehát Batinától egészen Fekettől ered a Karasica, tehát azoknak a falvaknak a találkozója. 2015-ben volt az első alkalommal ez a rendezvény Szederkénybe, és minden második évben egy másik településre kerül megrendezésre, így már volt lent Horvátországba, Batinán, és Fekeden volt. Jövőre pedig szintén Horvátországba, Márokra, Gajicra fog menni a rendezvény. A szüreti rendezvényünk 24 éve kerül megrendezésre, és hát ez mindig gyerekprogramokkal, kulturális minden, tehát ez interetnikus, magyar, horvát, német, és mindenféle zenék, műsorok megtalálhatók, és egy pár évvel ezelőtt kezdtük, hogy a gyerekeknek is különböző népi játékokat, előadásokat, nyilván nagy sikere van a vasutazásnak, a csillámtetoválásnak, arcfestésnek, tehát próbáljuk úgy, hogy mindenkinek, de természetesen nem felejtkezünk el a felnőttekre, akik borozni szeretnének, őnekik is van lehetőségük valamilyen programra. Fellép még a Kéméndi Tavás és Graf Vivien, a Band of Street zenekar, és a bál a napnak a zárásaként pedig az Unter Rock zenekar fogja a bált szolgáltatni. A fellépők sorában számos nemzetiség képviseltette magát, de természetesen a szederkényi csoportok is színpadra léptek különböző zene és táncos produkciókkal. A két fesztivál fontos szerepet játszik a település életében. Mamül Balázs polgármester megosztotta a közönséggel, hogy már az időpont egyeztetés nehezebb volt a járvány miatt, mégis sikerült egy minőségi, színvonalas programsort összeállítani. Nagyon örülünk, hogy idén végre sikerült újra megrendeznünk ezt a település találkozót, ami igazából egy programsorozat. Szederkény kezdte a sort 2015-ben. Azóta két évente visszakerül ide hozzánk a rendezésnek a joga, úgymond, és a köztes években meg valamelyik karasicamenti település veszi át a stafétabotot, mint ahogy most a horvátországi Márok településre adtuk át itt a köszöntő alkalmával. Azt gondolom, hogy egy elég színes és színvonalas rendezvény, mellette azért nemzetközi, tehát mondtam, hogy Horvátországból is vannak vendégeink. Ilyen 5-600 fő azért itt szokott lenni ezen a rendezvényen, és ezt igyekeztünk összevonni egy szüreti nappal, ami a végén egy bállal zárul. Az előző évben ugye a Covid teljes egészében keresztbe húzta, ott nem is kellett gondolkodnunk azon, hogy megrendezzük-e vagy sem. Idén teljesen bizakodóan meg pozitívan álltunk a történethez. Ugye egy ilyen rendezvénynek az előkészületei azért egy fél évre visszamenőleg kezdődnek, főleg így több települést érint, úgyhogy velük is egyeztetni kellett, de hála Istennek sikerült ezt így tető alá hozni, és bízom benne, hogy egy nagyon jó rendezvénynek leszünk itt szem és fültanúi. Igazából Szederkényről tudnélik, hogy alapvetően egy sváb település, de magyarokon és a svábokon kívül természetesen a horvát nemzetiség is képviselteti magát, úgyhogy ilyen tekintetben is egy elég színes település vagyunk. A produkciók mellett szintén nagy sikert arattak a gyermekprogramok. A kicsik kipróbálhatták a népi játékokat, megmérettethették magukat a kötélpályán, de akár még vasútmodellezhettek is az érdeklődők. A felnőttek számára pedig a büfé és borpavilon kínálata mellett a kulturális programokkal kedveskedtek a szervezők. Thank you.